Hát az első üzenetem a köszönet, a második az elismerés. Köszönet azért a munkáért és azért az áldozatért, amit nap mint nap a polgárőrök Magyarországért a mi segítségünkre tesznek, és természetesen elismerés azokért az eredményekért, amik megmutatkoznak a közbiztonságban, nem csak országos szinten, amivel Magyarország kimagasló eredményeket tudhat magáénak, hanem legjellemzőbben helyi szinten, azokban a közösségekben, ahol az egymás iránt érzett felelősség sokkal hangsúlyosabban kidomborodik, és sokkal nagyobb együttműködést és nagyobb eredményességet is biztosít a közbiztonság terén. Illetve a határon is egyetőbb polgárőr teljesen szolgálatot, ezt a munkát hogy értékelnék? Miben tudnak igazából segíteni a polgárőr? Hát ahogy az ország minden területén a szemünk és a fülünk, és nem utolsó sorban az erőt adó kezünk is, hiszen annak ellenére, hogy a IBH közvetlen közelében, illetőleg magán a határvonalon nem teljesítenek szolgálatot, attól nem messze viszont nagyon is komoly járőr és figyelő tevékenységet folytatnak, és nagyon sokat segítenek abban, hogy a határon átjutni tudott illegális migránsokat, és az őket szállító embercsempészeket felderítsék, és ezekről információt szolgáltassanak. Ugyan, ahogy mondtam, a határon nem közvetlenül nem engedem, hogy szolgálatot teljesítsenek, hiszen ma már mindennaposak a rendőröket, katonákat ért erőszakos támadások. Ilyennek semmiképpen nem szeretném a polgárőröket kitenni. De a második vonalban is van rengeteg munka, és ott is van rengeteg illegális migráns embercsempész, akivel szemben muszáj nekünk intézkedni. És ha még egy dolgot üzenhetek valamennyi polgárőrnek, túl azon, hogy köszönöm és, ahogy mondtam, elismerem a munkájukat, szeretném, ha többségük úgy gondolná, hogy a hivatásos szolgálatot választja, és akár katona, akár rendőr, akár büntetés végrehajtási dolgozó vagy tűzoltó, de hát hadd beszéljek haza leginkább rendőrként, talán még nagyobb segítségére lehet a hazának a mostani rendkívüli helyzetben.